Volodymyr Zelenszky elnök szerint az egész világ beleértve Ukrajnát is azt szeretné, ha Oroszország részt venne a következő békecsúcson. A világ többsége most azt mondja, hogy Oroszországnak képviseltetnie kell magát a második csúcs találkozón, különben nem tudunk lényegi eredményeket elérni. Mivel az egész világ azt akarja, hogy ott legyenek az asztalnál, mi nem tiltakozunk, mondta az ukrán vezető a nyugat-ukrajnai Rivnében a francia sajtó képviselőinek adott interjúban. Június közepén Ukrajna mint egy száz ország részvételével békecsúcsot szervezett Svájcban, főként szövetséges országokkal, de erről Oroszországot kizárták. A moszkvai vezetéshez közel álló Kína pedig nem akart részt venni a találkozón. Ukrajna vállalta, hogy novemberig kidolgoz egy tervet, amely a jövőbeli csúcs találkozó alapjául szolgálhat, és amelyre a Kreml is meghívást kap. Készítünk egy olyan tervet, amely az első csúcs találkozón bemutatott békeformulán alapul, és szeretnénk kitűzni egy időpontot diplomatáink és jó lenne, ha a nemzetközi partnereink is ezt tennék, hogy novemberben egy olyan dokumentum álljon rendelkezésünkre, amely minden tartalmaz területi integritás, szuverenitás, stb., mondta a francia sajtónak az ukrán elnök.